Magyar Posta még zöldebbre váltott. Elektromos autókat és motorokat tesztelnek, amik hamarosan tagjai lehetnek a 12 ezer járműből álló flottájuknak. Most aktuálisan 5 típus 6 gépjárművéről van szó, ezek azt gondoljuk, hogy a csomaglogisztikában elsősorban rendkívül jól használhatóak lesznek ezek az elektromos járművek, ugyanakkor szeretnénk erről megbizonyosodni, és ezért egy augusztustól 2016. januárig terjedő tesztidőszakot vezettünk be, amikor tulajdonképpen mérjük ezeknek az autóknak a használhatóságát, raktérméretét, a fenntartási költségeket, üzemeltetési költségeket. Ezek a járművek nagyjából 150 kilométert képesek megtenni egy töltéssel. A posta teljes flottája tavaly nagyjából 80 millió kilométert tett meg, amihez 8 millió liter üzemanyagot használtak fel. Jelen pillanatban a két telephelyünkön van biztosítva a töltése. Ugye az egyik a budapesti legnagyobb gépjármű telephelyünk, ami az Egressy úton található. Viszont a későbbiekben attól függően, hogy mely településeken alkalmaznánk ezeket a járműveket, az adott városban található logisztikai telephelyen töltőállomásokat is ki tudunk alakítani. A tesztidőszak alatt mi az összes költséget szeretnénk megállapítani, ami egyrészt a beszerzési költség, másrészt az üzemeltetéssel kapcsolatos energiafelhasználás és karbantartási költség. Ezek együttese határozza meg azt, hogy ez mondjuk hány év alatt megtérülő egy ilyen autónak a használata, de azt reméljük, hogy ez mindenképpen egy megtérülő beruházás tud lenni. Egyéb szempontok pedig a költségek mellett nyilván az, hogy ugye a károsanyag kibocsátása az egy ilyen gépjárműnek, legalábbis a közvetlen károsanyag kibocsátása nulla. Tehát a környezet tudatosság is szempont a Magyar Postánál. Évről évre mérjük a CO kibocsátását a vállalatnak, amelyben jelentős eredményeket érünk el.